A Fidesz frakció követi azt a álláspontot, amely a önkormányzatnak az álláspontja ebben a kérdésben. Üdvözli azt, hogy az a hajléktalan szálló megvalósul Eger városában. A régi hajléktalan szálló az már olyan állapotban van, amely nem vállalható, nem felel meg semmilyen normának sem, és ezért ennek a hajléktalan szállónak az építésre szükség van, az egész város érdekét szolgálja. Egy felnőtt területre esett a választás, de mindent el fog követni az önkormányzat, és a Fidesz frakció is erre kér az önkormányzatot, a hivatalnak, illetve a megfelelő háttérintézménynek, a családsegítőnek a munkatársait, hogy mindent kövessenek el annak érdekében, hogy Felnémetre ez semmilyen negatív hatással ne legyen, semmilyen negatív hatást ne gyakoroljon. Az önkormányzat már dolgozik azon, hogy az oda kerülő hajléktalanok számára megfelelő munkalehetőséget teremtsen, közmunkalehetőséget teremtsen, és ezzel kapcsolatban az esetleges szállításukat is megoldja, tehát az ő vándorlásuk esetlegesen a belváros, illetve a Felnémet között a lakosság számára gondot ne okozzon. Ez a munkahely egyébként nem feltétlenül a hajléktalan szállón kívül kell, hogy megvalósuljon. Igyekszünk olyan lehetőséget is teremteni, amelyek helyben végezhető, de hasznos munkák, és az egész közösség, az egész város javát is tudják szolgálni. Hát például szemétválogatás, vagy olyan tevékenység, amelyek helyben végezhetők. A hajléktalan szállóval kapcsolatban a legfrissebb felmény az, hogy a győztes személye kiválasztatott egy szabályos eljárásnak a végén, és október 31-ével az épület átadásra, az egész elszámolás pedig december 31-ére megvalósulhat. Eger önkormányzata ezzel együtt azon dolgozik, hogy a Felnémeten további fejlesztéseket valósítson meg, annak érdekében, hogy a felnémetiek mindennapos életét, életkörülményeit, komfortérzetét növelje, mint például új buszmegálló, pontosabban buszmegálló megújításának a feladatával. Felvettük a kapcsolatot a Magyar Közúttal, amely már készíti a terveket a Tárkányúti elágazásnak az átépítésére vonatkozóan, gyalogátkelőhelyek, járdaszigetek, biztonságosabb, a csomópont biztonságosabb megközelítését illetően. Folyamatban van a kerékpárút, amely a felnémeti szakasz a határidő előtt megvalósul, és a felnémetiek hamarosan birtokba vehetik majd. Folyamatban van egy játszótérnek az elkerítése, hogy még biztonságosabb legyen az ott tartózkodó kicsik számára. Útépítések, járdaépítések előkészítése zajlik, és a úgynevezett topos forrásokból, amelyeknek a felhasználása igazából majd a következő évben indul, Felnémetre is csoportosítunk át olyan forrásokat, amely a mindennapi életet megkönnyítő beruházásokat tesznek majd lehetővé, például csapadékvízelvezetés a Pásztorvölgy területén, amely tulajdonképpen miután a Pásztorvölgy létezik, azóta borzolja az ott élőknek a kedélyeit az elégtelen csapadékvízelvezetés. És ehhez hasonló feladatok várnak az önkormányzatra, annak érdekében, hogy Felnémetet még élhetőbbé, Egernek még integránsabb, a városhoz még jobban kapcsolható részévé tegye.